Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok, pedagógusok, vendégeink, Salgó Tarján megyejogú város önkormányzata nevében tisztelettel köszöntök mindenkit az országos versenyhelyzet diákok és felkészítő tanáraik díjkiosztó ünnepségén, egyben a városunk 20 év múlva eszéíró pályázat eredmény hirdetésén. Ünnepségünket a Város Szignál hangjaival nyitottuk, amelyet a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola Intrada Quartettje játszott nekünk, köszönjük nekik. A folytatásban pedig ünnepi műsorunkat láthatják, hallhatják. A Macska, mint szakács német népmesét előadja Kecskés Borka, a Salgótarjáni összevont óvoda Mackóvár központi óvodájának óvodása, felkészítő pedagógusa Gőz Ágnes. A születésnapomra 95 éves lettem én művet előadja a 95 éves Salgótarján versíró pályázat egyik díjazottja, Fülöp Veronika, aki a Salgótarjáni általános iskola Vesztence lakótelepi tagiskolájának tanulója, felkészítő tanára pedig Rozmanné Bárfai Ágota. Zárásként olásolt zenés előadásában a Jekyll és Hyde, a Nyomorultak és a Honfoglalás ismert dallamai csendülnek majd fel. A macska, mint szakács, német népmese, az oroszlán nagy bajba jutott, egyik napról a másikra faképnél hagyta a szakácsa. Azonnal hirdetést tett közzé, jó fizetést ígért, de semmelyik állat nem mert beszegődni hozzá. Így hát elszalasztott a macskáért. Kérdezi a macska, mi lenne a dolgom? Összeállítani az étrendet, friss, naponta friss ebédet, vacsorát főzni. És a beszerzés agályoskodott a macska. Arra nekem megvan a külön személyzetem, mondta az oroszlám. A cicának tetszett a konyhafőnökség, így hát elszegődött szakásznak az oroszlánhoz. Csak azt kötötte ki, mikor ő süt, főz, senki ne lábatlankodjék a konyhában, mert az őt idegesíti. Másnap a farkas volt a sorosabbé vásárlásban. Kérdezi, mit kell hozni, mi lesz az ebéd? Máj, máj, mondta a macska. A róka meghozta a májat. Hozott is finom zsenge borjú májat, átadta a cicának. A cica felkötötte a szakács kötén, fejére tette a fehér szakács sapkát, és mondta, na most már tágíts innét, és be ne gyere, még nem szólok, mondta a macska. A farkas kint ült a konyha előtt, hallotta oda bentről az edénycsörömpölést, zsírselszegését, vízbugyogását. Egyszer csak szólítják, a kezébe nyomja a cica a tálat, viheted. Az oroszlán megette az ételt, de eléggé furcsa ízűnek találta, de mégse akarta nyomban szidással, mérgelődéssel kezdeni. Ezért szépen szelíden kérdezi a macskát, mi volt az ebéd? Máj, máj, mondta a macska. Még életemben ilyen krumpli ízű májat még nem ettem, csóválta a fejét az oroszlán. A macska? Máj? Mezei módra, mondta a macska. Na nem szaporító. Másnap a róka volt a sorolcsó bevásárlásban. Ő is kérdezi, mit kell hozni, mi lesz az ebéd? Máj, máj, mondta a macska. A róka is meghozta a májat, és neki is nyújtják a kész tálat, viheted. Az oroszlán keservesen nyeli az étel, ebéd után megint kérdezi a macskától, mi volt ez? Máj, máj, mondta a macska. No, nem szaporítom a szót, harmadnap, negyednap, megint hozatja a macska a májat, kezdi sütni a konyhán az ételt, az oroszlán benyit hozzá. No, mit lát? A macska ül az asztalon, és eszi nagy vígan a nyers májat. Erre felhördült az oroszlán. No, megállj csak, adok én neked májat, és nagyot csapott a macska felé. De annak már hűlt helyére csapott, mert a szakács idejében kiugrott az ablakon. Ha a szakács idejében ki nem ugrott volna, az émesém is tovább tartott volna. Születésnapomra 95 éves lettem én. 1922-ben születtem, Nógrád megyében, nagyközség néven jegyeztek be engem. Egy mély völgykatlanban van a helyem, erdők, fenyvesek, várak állnak köröttem. Egykoron sok barna arany volt bennem, de bányáimat már bezárták régen.
A honfoglalás idejére nyúlik vissza történelmem. Születésemtől dr. Förster Kálmán volt a polgármesterem. Majd 1950-től megyeszékhelyén neveztek ki engem. Ettől az évtől 5 településsel is bővültem. Aztán 1968-tól Hild János díjjal büszkélkedtem. Azonban 1956-ot igazán megsínlettem. Majdnem 130 emberemet elvesztettem. Ez a veszteség és fájdalom még ma is tudott a szívemen. Egykoron gazdag iparvárosként dicsekedhettem. Gépgyártás, nehézipar, szénbányászat és üveggyártás volt az ismertető jelen. Az évek alatt viszont sok üzem, gyár elhagyott engem. De könyvtár, múzeum, általános és középiskolák segítik művelődésem. Sőt, egykoron a számviteli főiskola is öregítette hírem. Talán majd az Óbudai Egyetem fogja pótolni ürességemet. Lecseját színházam, Zente Ferenc névvel, ez mind bizonyítja fejlődésem. Bízom benne, hogy mire elérem a 100. évem, sok-sok új dologgal fog gazdagodni lelkem, s ez még több erőt ad majd nekem. Eljött az óra, eljött a perc, az erszer győzött le az élet, mégis felkelsz, semmi nem számít, célot hív, csámít, ha figyel rád az ég, távol csodát látsz ma még. Van az óra, rég erre vársz, mire kis bolynál nem lehet, nem tudsz, már rád vár. Egy pillanat érted, álmod ébred, 100 feladat vár még, nem is életél másképp. Kedves vendégeink, az ünnepi műsort
annak minden résztvevőjének és természetesen felkészítőiknek is megköszönve. Itt hallottunk ugye a Macska, mint szakács német népmesét előadta Kecske és Borka, aztán pedig a Születésnapomra című művet előadta Fülöp Veronika, és végül pedig Olázsolt énekes hallottuk, neki köszönjük és felkészítőknek is még egyszer a műsor. A folytatásban az ünnepi műsor követően megedjük majd a versenyhelyzet diákok díjkiosztó ünnepségét, előtte azonban szeretném felkérni mai ünnepi beszédének megtartására a Fekete Zsolt urat, Salgó Tarján megyei jóváros polgármesterét. Tisztelt pedagógusok, tisztelt vendégek, kedves diákok! Salgó Tarján megyei jóváros önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanárai tiszteletére rendezett városi díjátadó ünnepségünkön. Ha abból indulok ki, hogy valamiben mindenki tehetséges, akkor kétféle fő feladatot látunk magunk előtt. Egyrészt kötelezi a tehetség azt, aki kapta, és a szűkebb környezetét és családját is, hogy ne aludjon el az a képesség, ami neki éppen adatott. Másrészt kötelezi a tágabb közösséget is, hogy vegye észre a tehetséget, a képességet, támogassa azt, és aztán tartsa is számon. Nem győz, aki a legtöbb tehetséggel rendelkezik, hanem az, aki tudja, hogyan kell tehetségét használni, mondta Bob Gass, brit író. A talentum elkötelezettséget jelent, hiszen azt kibontakoztatni, kamatoztatni kell. Nagyobb, higgadt, de aktív részvételt kíván az egyéntől. A tehetségeket erejéhez mérten mindenkinek gondozni, a tehetséges fiatalokat segíteni kell, hiszen az abból kibontakozó siker a mindennapokban is megjelenik. Mai díjazottjaink tehetséggondozók is. Kodály Zoltán szerint sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni. Ezt megszerezni, megadni az iskola kötelessége. Önök, tisztelt pedagógusok, nap mint nap önzetlenül fordulnak oda a tanítványaikhoz. Ha kell, akkor maguk elé helyezik őket, önmagukat adják, nem csak a szakmai tudást, hanem egész személyiségüket. Ez a legnagyobb erőforrás a tanár-diák kapcsolatban, az életre nevelésben. Szándékaink egybe csengenek. Jó magam is egy olyan köznevelési rendszerben hiszek, amely nem visszafogja a kiemelkedő tehetségeket, nem a középszerűt próbálja egyben tartani, hanem a kimagaslóan tehetségeseket valóban segíti a kiugrásban is. Mert pontosan tudjuk, hogyha az igazán jókat fejlesztjük és segítsük, akkor azok húzzák magukkal a gyengébbeket is. Az államnak, az önkormányzatnak és a köznevelésért felelős vezetőknek pedig abban áll a felelőssége, hogy az oktatásnak és azon belül a tehetséggondozásnak is megteremtse és biztosítsa az ideális feltételeket. A ma átadandó díjainkkal elismerjük és ünnepeljük a kiváló eredményeket elért diákjainkat és pedagógusainkat. Városunknak voltak és vannak kiváló szakemberei, nagyszerű művészei, akik dicsőséget hoztak és hoznak Salgó Tarjának. Hiszen, hogy az itt jelenlévő pedagógusok és tanítványaik is az ő nyomdokaikon járnak és valóságos teljesítményt hoznak létre. Szeretném, ha a valóságos teljesítményt létrehozók válnának valóban irányadóvá, nem a leghangosabbak, hanem a legjobban teljesítők. Ehhez kívánok sok sikert és további eredményes munkát.
A hamarosan megkezdődő nyári szünethez pedig mindenkinek kellemes pihenést. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok, pedagógusok! Ünnepségünk következő részében díjak átadására kerül sor. Elsőként az országos verseny helyezett diákok és az őket felkészítő pedagógusok elismerése következik. Salgótarján megyejogú város közgyűlése 2009-ben alkotott rendeletet az országos verseny helyezett diákok, diákcsoportok és az ő felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és magáról az adományozásnak a rendjéről. A rendelet szerint 4 kategóriában nyílik lehetőség elismerő cím adományozására, amelyek átadására az adott tanév végén, illetőleg a következő tanév elején kerül sor. A mai napon Salgótarján város ifjú tehetsége, Salgótarján város ifjú művész tehetsége és Salgótarján város kiváló tehetség gondozó pedagógusa kategóriákban kerül sor az elismerések átadására. A diak átadására felkérem Fekete Zsolt urat, Salgótarján megyejogú város polgármesterét és Dániel Zoltán urat, Salgótarján megyejogú város alpolgármesterét. Kérem, hogy a díjazott diákok fáradjanak ki, a felkészítő tanárok díjazása a diákok elismerését követően következik majd. Salgótarján város ifjú tehetsége elismerő címben részesülnek, így oklevelet és 10.000 forint értékű könyvutalványt vehetnek át a következő tanulók. A Salgótarjáni Általános Iskola Besztetce lakótelepi tagiskolájának tanulói közül díjat vehet át Török Luca, aki a Kozma László 15. országos informatikai alkalmazói tanulmányi verseny 6. évfolyamos kategóriájában első helyezett lett, felkészítője Kőz Gábor. Elismerő címben részesült Deák Máté, aki a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 5. osztályos kategóriájában 8. helyezett lett, felkészítő tanára Pilim Görné. Máté jelezte, hogy nem tudta mai napon velünk lenni, ezért a felkészítő tanár veszi át a díjat helyette. Besztetce lakótelepi tagiskola diákjait hallottuk, illetőleg az ő nevüket hallottuk és vették át díjaikat. Következik a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolájának tanulói sora, akit nyitunk Deák Borbálával, aki a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd versenyen a Kazinczy jelvény arany fokozatát kapta egészen pontosan. Felkészítő tanára a Dobosné Máté Rita. Oklevelet és könyvutalványt vehet át a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Székhely Intézményének tanulója Turcsányi András, aki a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 2. évfolyamos kategóriájában 9. helyezett lett, felkészítő tanára Barát Árpádné egészen pontosan, a díjat pedig Mravcsik Sándor urasági igazgatója veszi át. András elfoglaltság okán nem tud itt lenni, a tapsot megérne. Salgótarjáni Bólyai János Gimnázium elismerésben részesülő tanulói következnek, akik szintén oklevelet és könyvutalványt vehetnek át. Harazin Regina, aki az Édes Anyanyelvünk Országos Nyelvhasználati Verseny döntőjében 10. helyezett lett, felkészítő tanára Lékóné Lantos Zsuzsanna. Oklevelet és könyvutalványt vehet át Sütő Martin Dániel, aki a Kémia Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 14. helyezettje lett az idén, felkészítő tanára Bogyinszky Boglárka. Salgótarján város ifjú tehetsége Takács Tamás, aki a 7.-8. évfolyamos tanulók országos történelem versenyén 20. helyezett lett, felkészítő tanára Dembrovszky Zsuzsanna.
Elismerést vehetnek át Nagy Máté, Rátkai Márton és Vida Anna, akik a Gulág országos tanulmányi versenyről a negyedik helyezést hozták el, felkészítő tanárok Árpádné Vince Marietta. Folytatásban a Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium tanulói következnek. Közülük elismerésben részesül Mészáros Kristóf és Dankó Gergő, akik a tudományról diákoknak kíváncsiságból versenyfilm szekciójában első helyezést elért csapat tagjai, felkészítő tanárok Kelén és Szabó Ágnes. Elismerést vehet át itt a mai napon Mrázik István, aki a tudományról diákoknak kíváncsiságból verseny előadás szekciójában harmadik helyezést elért csapat tagja, felkészítő tanára Kelén és Szabó Ágnes. Salgótarjáni Szakképző Centrum, Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája díjazottjai következnek. Markovics Martin Már, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny KEDKEM informatikus versenyén 12. helyezett lett, felkészítő tanára Dániel László veszi át helyette a díjat, de természetesen gratulálok. Salgótarjáni Szakképzési Centrum, Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulói közül elismerésben részesül Pap Veronika, aki az ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye ügyviteli ismeretek tantárs kategóriában 8. helyezett lett, felkészítő tanárai Járinka Magdolna, Matikovszki Diana és Nádasiné Petényi Judit. Salgótarján város ifjú tehetsége elismerésben részesül Tóth Laura, aki az ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye ügyviteli ismeretek tantár kategóriában 14. helyezett lett, felkészítő tanárai Járinka Magdolna, Batikovszki Diana és Nádasiné Petényi Judit. Elismerést vehet át itt a mai napon Stedlik Felicia, aki az Implom József középiskolai helyesírási versenyen 7. helyezett lett, felkészítője Kis Lászlóné. Elismerésben részesül Szlatincsán Adrián, aki az Infoprok Kárpát-medencei Magyar Középiskolák informatikai versenye egyéni kategóriában első, ugyanezen a versenyen csapatverseny kategóriában pedig 5. helyezést ért el, felkészítői Miklós Zoltánné és Kovácsné Karácsony Éva. Salgótarján város ifjú tehetsége Márton Anna, a Nemzetközi Kenguru Matematika versenyen 2. helyezett, a Zrínyi Ilona Matematika verseny 6. helyezettje és az Infoprog Kárpát-medencei Magyar Középiskolák informatikai verseny egyéni 2. helyezettje, ugyanezen versenyen a csapatverseny kategóriában 5. helyezett, felkészítője Kovácsné Karácsony Éva. Elismerésben részesül Tóth Erik, aki az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematika tantárból 15. helyezett, a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen 12. évfolyamon 11. helyezett, az Infoprog Kárpát-medencei Magyar Középiskolák informatikai verseny egyéni kategóriájában 3. helyezett, ugyanezen a versenyen csapatverseny kategóriában az 5. helyezést ért el. Szilvia Szigora Nóra és Kovácsné Karácsony Éva.
elismerést lehetett Baranyi Levente, aki a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 10. évfolyamos kategóriájában 10. helyezett lett felkészítő tanára Miklós Zoltánné. Elismerésben részesül Lantos Zsuzsanna, aki az Infoprog Kárpát-medencei Magyar Középiskolák informatikai verseny egyéni kategóriájában 5., ugyanezen a versenyen 5. helyezést elért csapattagja volt, felkészítő tanára Kovácsné Karácsony Éva. Átveti az elismerést Kaposvári Dániel, aki az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematika tantárgyóra 11. helyezett lett, a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen pedig 5. helyezett, felkészítő tanárai Kovácsné Danyi Szilvia és Szikora Laura. És ha már itt az előzőekben a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9 tanulóját köszöntöttük, akkor azt gondolom, hogy itt kell kitérnünk rá, hogy a napokban Nógrád megyéből egyedüli iskolaként minősített tehetséggondozó műhely címet vehetett át az iskola Budapesten Illés Boglárkától az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúság politikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkárától. Az Új Nemzedék Központ által meghirdetett pályázaton egyébként 171 iskola indult, közülük több fordulós minősítő eljárás után 38-an kapták meg mindösszesen a címet. Gratulálok a kollégáknak! Salgótarján város ifjú művész tehetsége elismerő címek átadása következik. Ebben a címben részesül a Váci Gyula alapfokú művészeti iskola növendékei közül Dancsok Lilla, aki a középiskolák 4. zenei versenyének népdaléneklés kategóriájában első korcsoportban 3. helyezett lett, felkészítő tanára Cinerita. Salgótarján város ifjú művész tehetsége Pócos Mátyás Bendegúz, aki a 8. országos népzenei verseny szóló hangszer kategóriájában külön díjat, a Halmos Béla országos népzenei találkozón kiemelt nívódíjat kapott, felkészítő tanára Andrássy Ferenc. Átveti az elismerést Pádár Bálint, aki a 4. trombita szól dobverek Demecseri Országos Részkúrtos Verseny trombita hangszer kategóriájában a 2. korcsoportban arany minősítést kapott, felkészítő tanára Szabó István. Salgótarján város ifjú művész tehetsége Szabó Keve, aki a 4. trombita szól dobverek Demecseri Országos Részfúvós Verseny trombita hangszer kategóriában a 3. korcsoportban szintén arany minősítést kapott, felkészítő tanára szintén Szabó István. Salgótarján város ifjú művész tehetsége Nagy Doroti, aki a 4. trombita szól dobverek Demecseri Országos Részfúvós Verseny trombita hangszer kategóriájában a 2. korcsoportban ezüst minősítést kapott, felkészítő tanára Szabó István. Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa elismerő címek átadása következik. A Salgótarjáni Általános Iskola Besztetze lakótelepi tagiskolájának tanárai közül kérjük átvételre Gőz Gábor, aki, ha minden igaz és én jól tudom, a mai napon elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni velünk, Kovácsné Kóra Anikó veszi át helyette a díjat. A Salgótarjáni Általános Iskola Besztetze lakótelepi tagiskolájának kiváló tehetséggondozó pedagógusa Willing Györné.
Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolájának tanára Dobosné Máté Rita is átveti az elismerést. Elismerést vehet át a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Székhely Intézményének tanára Barát Árpádné. Igazgató veszi át a díjat, és természetesen eljutatja tanárnőnek. A Salgótarjáni Bólyai János Gimnázium pedagógusai közül átverti az elismerést ebben az évben Árpádné Vince Marietta. Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa, Bagyinszti Boglárka, szintén a Bólyai János Gimnázium pedagógusa. Továbbra is a Kissomlyó úti intézményből Cinelitát kérik az elismerés átvételére. A Bólyai János Gimnázium pedagógusai közül elismerésben részesült Dembrovszki Zsuzsanna. Salgótarján kiváló tehetséggondozó pedagógusa címet vehet át Lékóné Lantos Zsuzsanna. Kérjük az elismerés átvételére a Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium pedagógusai közül Keléné Szabó Ágnest. Elismerést vehet át a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél gépipari, építőipari és informatikai szakgimnáziuma és szakközépiskolájának pedagógusa Dániel László. A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája pedagógusai közül átveti az elismerést Járinka Magdolna. Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa Kis Lászlóné. Továbbra is a minősített tehetséggondozó műhely címet is viselő Táncsics pedagógusait kérjük a díjátvételére, Kovácsné Vanyi Szilviát. Tanárnőnek érettségiztetési feladatai vannak ezekben a percekben, ezért
az veszi át a díjat, akit a kiváló tehetséggondozó pedagógusként jól felkészített. Szintén átverti az elismerésünket a mai napon Kovácsné Karácsony Éva, aki helyett, hogyha jól tudom, akkor Juhászné Jani Beatrice asszony, aki átverti a díjat, de természetesen a felkészített díját is teljesen jelenti. Elismerő címben részesül Matikovszki Diana. Salgó-Tarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa címet vehet át Miklós Zoltánné. Elismerésének átvételére kérjük Nádasné Petényi Juditot. És szintén kérjük a díj átvételére Szikora Nóra tanárnőt. Salgó-Tarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa címet vehet át a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola zene pedagógusai közül Andrássy Ferenc. A kiváló tehetséggondozó pedagógus címet Szabó István. Hölgyeim és Uraim, Salgó-Tarján megyejogú város önkormányzatának közgyűlése Salgó-Tarján városság nyilvánításának 95. évfordulója alkalmából a 2017-es évet Salgó-Tarján 95 éve város elnevezéssel emlékévvé nyilvánította. Az emlékév keretében a Salgó-Tarján 95 éve város emlékév munkacsoportja pedig pályázatot hirdetett Városunk 20 év múlva címmel esszé írására. A pályázati kiírásra az általános iskolákból 18 pályázat érkezett be. A következőkben a nyertesek díjazása következik, a felkészítő pedagógusoknak az elismerése pedig a tanulók díjazása után következik. Első helyezett Békési Dominik, a Salgó-Tarjáni Általános Iskola Vesztegce lakótelepi tagiskolájának tanulója, felkészítője pedig Rozmanné Bátfai Ágota. Díjazott Somoskői Vendegúz, aki szintén a Salgó-Tarjáni Általános Iskola Vesztegce lakótelepi tagiskolájának tanulója, felkészítője szintén Rozmanné Bátfai Ágota. És az eszéíró pályázat elismertjei között kell említenünk Pásztor Ákost, a Salgó-Tarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolájának tanulóját, akinek felkészítője Dobosné Máté Rita. Pályázaton elért eredményével külön díjat vehet át Szél Levente, a Salgó-Tarjáni Általános Iskola Vesztegce lakótelepi tagiskolájának tanulója, felkészítője Rozmanné Bátfai Ágota. A következőkben pedig szeretném kérni a felkészítő pedagógusokat a díj átvételére Rozmanné Bátfai Ágotát, a Salgó-Tarjáni Általános Iskola Vesztegce lakótelepi tagiskolájának pedagógusát, az első és második helyezett, valamint külön díjas tanulói felkészítőjét. És
kérnénk a diákvételére Dobosné Máté Ritát, Vasalgó Tarjáni Általános Iskola, Kodály Zoltán tagiskolájának pedagógusát, a harmadik helyezett diák felkészítő tanárát. Polgármester úr, a polgármester úr, köszönöm a közreműködést. 2016-17-es tanév valamennyi díjazottjának szívből gratulálunk még egyszer, és további sikereket kívánunk diákoknak, pedagógusoknak egyaránt.